Ukrajna szerte heves harcok folynak, 9. napja tart a háború. Hírügynökségi jelentések szerint az orosz csapatok tovább nyomulnak nyugat felé. Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg átvette az ellenőrzést a zaporizsiai atomerőmű felett. Az objektumban tűz ütött ki, amit már eloltottak. A francia elnök telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, a tárgyalás után Emmanuel Macron azt mondta, a neheze még hátra van. Vlagyimir Putyin pedig azt hangsúlyozta, továbbra is Ukrajna lefegyverzésére és semlegességére törekszik azért, hogy az ország területéről ne érhesse fenyegetés Oroszországot. Rakéták szelték át az eget péntek hajnalban a délkelet-ukrajnai Enerhodarban. A támadást követően a város melletti zaporizsiai atomerőmű 5-szintes oktatási és kiképző központjának felső 3 szintje lángra kapott. A tüzet szerencsére rövid időn belül sikerült eloltani, az alapvető fontosságú berendezések nem sérültek meg. Volodymyr Zelenszkij az eset hírére videóban üzent a világ népeinek. Az elnök úgy fogalmazott, Oroszország ezzel a tettével egész Európa biztonságát veszélyezteti. Európának fel kell eszmélnie. A legnagyobb európai atomerőmű kapott lángra. Az orosz tankokat hőkamerákkal szerelték fel, vagyis tudták, hogy mire lőnek, nyilatkozta az ukrán elnök. Az ukrán tájékoztatás szerint senki nem sérült meg. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arról tájékoztatott, hogy a területen nem nőtt a radioaktív sugárzás mértéke. Ukrán hatóságok az eset után nem sokkal arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg átvette az ellenőrzést az erőmű felett. Az Azovi tengerpartján levő Mariupolban az ukrán hatóságok szerint csütörtök este tovább folytatódtak a bombázások. Arról számoltak be, hogy a legtöbb telefonos hálózat nem működik, és továbbra sincs fűtés, víz és áramellátás. Eközben az amerikai Maxar cég műhold felvételeinek tanúsága alapján az orosz konvoj egyre közelebb ér Kijevhez. Ukrajna fővárosában egyre nehezebb helyzetben vannak azok, akik a maradás mellett döntöttek. Alig van olyan élelmiszerüzlet, ami még nyitva tart, és a polcok is egyre üresebben tátonganak. Nincs hús, nincs tojás, se tej, semmi friss élelmiszer. Én nem hagyom el a várost, a szüleim is itt vannak, mesélte egy kijevi nő. További felvételek láttak napvilágot Csernyihív városából is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy az oroszok rakétái már több lakóépületet és iskolát is eltaláltak, és több tucat civil vesztette életét a bombázásokban. Csütörtökön lezajlott az ukrán-orosz béketárgyalások második fordulója, amelyen arról egyeztek meg, hogy humanitárius folyosókat nyitnak majd az ostromlott városokból. A pontos helyszínekről és az átmeneti tűzszünet időpontjáról azonban csak a későbbi egyeztetéseken dönthetnek, várhatóan a jövő héten. A legrosszabb még hátra van Ukrajnában, így vélekedett a francia elnök, miután csütörtök délután hosszasan tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyinnal. Emmanuel Macron a megbeszélésen azt mondta az orosz elnöknek, nagy hibát követel Ukrajnában, ami szerinte hosszú távon sokba fog kerülni Oroszországnak. A Kreml tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin erre reagálva, mint fogalmaznak, érvekkel alátámasztott magyarázatot adott a neonácik szerepéről az állami politikában. Az orosz elnök leszögezte, továbbra is Ukrajna lefegyverzésére és semlegességére törekszik azért, hogy az ország területéről ne érhesse fenyegetés Oroszországot. Vlagyimir Putyin azt is világossá tette, hogy az offenzíva célkitűzéseit mindenképpen teljesíteni fogják, és a tárgyalások késleltetése csak további orosz követelésekhez vezet Kijevvel szemben.